Áldás, békesség Minden időben Áldás, békességet kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét a Királyok első könyvének 17. fejezetéből olvasom, annak is az első hét versét. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak, az élő úrra, Izrael istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom. Ezután így szólt az úr igéje. Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a kerít patak mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a kerít patak mellett a Jordántól keletre. A hólók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ihatott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Az élet hétköznapi forgatagában sokszor nem jut idő abba belegondolni, hogy nincs a kezünkben az életünk, azoknak körülményei. Sőt, hova tovább inkább a fordítottja igaz ránk nézve, hogy mi vagyunk benne az Isten kezében. Nem úgy mi tartanánk bármit is, az Isten tartja a mi életünket. Ha valamiért lehetünk hálásak ebben az életben, akkor ez ez, hogy az életünk és annak minden körülménye mindenünk, amink van, az Isten kezében van. Élés életének, itt az egyik történetét olvastam föl a Királyok könyvének 17. fejezetéből. Ha az utca emberét megkérdeznénk, hogy mit tud élésről, akkor több mint valószínű, hogy ha másért nem, az Illés zenekar emblémája alapján el tudnám mondani, hogy Illés tüzes szekérre ment föl, vagy ragadtatott el a mennybe. Aki egy picit jobban ismeri esetek a bibliai történeteket, még azt is el tudnám mondani, hogy a Kármel hegyen hogyan imádkozott Istenhez illés, és hogyan kért tüzet a mennyből, és Isten hogyan adta ezt meg neki. Csupa dicsőség, csak siker. De valóban csak nagy és emlékezetes pillanatokból áll Illés próféta története? Soha nem volt benne semmi, ami nehéz ami aggodalomra adott volna számára is okot. Soha nem volt benne fájdalom, vagy szenvedés, vagy valami olyan élethelyzet, ami türelmet kívánt volna tőle. Vajon nem kellett szembenéznie Ilésnek ott a kiszáradó patak mellett, azzal a tényel, hogy az az ítélet, amit ő meghirdetett, amit Istentől kapott, az ránézve is szomorú lesz, szenvedéssel teli lesz. Őt is próbára teszi majd. Ez az ige éppen úgy, mint sok más még a Bibliából azt mondja el, hogy mielőtt Isten a Kármel hegyre, azaz a sikerek helyére vezette volna illést, előbb elvezette őt, elrejtette őt azért, hogy felkészítse őt ezekre a sikerekre. Isten szólt neki, menj el, rejtőzz el ott. Ott gondoskodni fogok rólad. Hol? Ott ahol Isten mondja. Ott fog gondoskodni illésről, ahová az Úr vezeti őt. Nem máshol, csak is ott, ahova ő mondja. Ez a rövid szó bátorít ma bennünket, hogy ott. Három betűből áll, három rövid üzenetet szeretnék ezzel kapcsolatban megosztani, ezzel az egy rövid szóval. Ott. Hol van az az ott? Először is a körít patak mellett. Ez a szó a héber nyelven, hogy körít, azt jelenti, hogy levágni. A nagy illés, aki még a királyi palotába is beléphetett, és félelmet nem ismerő módon elmondhatta a királynak Isten üzenetét, most el kell mennie egy eldugott helyre, mondhatnánk így is, hogy az Isten háta mögé, mert az Isten szeretné őt egy picit visszavágni, megformálni, alakítani hogy ne csak egyszerűen az legyen a neve, ahogyan itt az első versben, a 17. fejezet első versében olvastuk, hogy tisbei illés, hanem ahogyan a 17. fejezet utolsó versében mondja a Sareptai özvegy, bizony te Isten embere vagy. Ahhoz, hogy illés az Isten embere lehessen, először kell hagynia magát vezetni az Isten által. Mégpedig ebbe az elrejtett helyre, ide ebben a, a nagyon távoli, Helyre, hogy az Isten ott alakítsa formája, hogy ő ott rövidre vágja, levágja róla mindazt, ami nem szükséges. Egyszerűen fogalmazva, Isten olyanná kíván nevelni bennünket, hogy nagyságunk eltűnjön, és az ő ereje, az ő hatalma nagyjá legyen az életünkben. Hogy kinek hol van a körít ma, ott, ahol Isten formálni akar bennünket ott, ahol Isten gazdagítani akar bennünket a benne való bizalomban. Másodszor, hol van az az ott? Isten a szűkösség helyére vezeti el illést. Nem esik az eső, nincs víz, nincs termés, nincs élelem. Szűkösség van. Ilyen időben élünk napjainkban is, ahol minden kisebb, kevesebb, szűkebb mondhatjuk ki, mondhatjuk így is, hogy szegényebb, ami a körülményeinket életi. Nem szólnak optimistán a gazdaságról, vagy a munkahelyekről, vagy a járványjal kapcsolatban. Ugyan ki az, aki szeretné közülünk a munkanélküliséget? Vagy ki az, aki szereti a betegséget, vagy a szomorúságot, vagy a fájdalmat? Ezek bizony kemény leckéi az életünknek de aki hittel nézve lesz szemben. Isten hittel mer ezzel szembenézni. Annak még a legkilátástalanabb helyzetben is ott van az Isten ígérete. Ott, ahová az Isten vezet. Ott akar az Isten gondoskodni, ott akarja a hatalmát a mi életünkben is megmutatni. A történet szerint pedig Isten hatalma elegendő volt arra, hogy... Illés, a nagy proféta ebben a nagy szükség idejében is megtapasztalja az Isten biztonságát, az Isten közelében lévő csodát, de csak ott, ahová Isten elvezette őt. Harmadszor pedig nézzük meg, hogy hol van ez az ott. A körít patak egy vadregényes, elrejtett terület volt Illés idejében. Illésnek el kell vonulnia, mondhatjuk így is, hogy le kell vonulnia a színpadról, és el kell rejtőznie valahol egy eldugott helyem, ahol senki nem tud róla. Egyedül létbe, pontosabban az Urral való közösségbe vezeti előtt az Isten. Milyen érdekesen valósul meg ez az igen, amely azt mondja, hogy Isten gondolata az más, az nem olyan, mint az emberek gondolata. Az ember a nagy dolgokat úgy szeretné megtenni, hogy minél többen lássák, hogy a minél többen láthassák, hogy sok tanúja legyen, Isten viszont a nagy dolgokat rejtett módon szeretné véghez vinni. A szív mélyén. Ezért mondja Jézus, menj be a te belső szobádba, és ott tapasztald meg, hogy milyen nagy az Isten. Szükségünk van erre az elrejtett állapotra. Hogy az Isten munkáját, hogy az Isten hatalmát, sőt az Isten csodáját meg tudjuk tapasztalni, Szükségünk van a csendre, és szükségünk van erre az elrejtett állapotra, erre az egyedül Ilyen napokat élünk, ahol erre van lehetőségünk. Arra, hogy biztonságot találjunk. Mert hát mi lenne most fontosabb bárki másnak itt körülöttünk, mint az, hogy biztonságba tudja magát, szeretteit. Erre vágyik mindenki. És ez az, amit az Isten adni akar nekünk. Hogyan teszi ezt? Hiszen már megtette. Fiát Jézus Krisztust küldte el ide közénk emberi testben, hogy ott a golgota hegyén, ott biztonságot adhasson számunkra az ő kereszt halála által. Ő ad biztonságot. Egyedül ő, rajta kívül senki más. Ő a hatalmas és erős Isten, aki szeret bennünket, aki mindent odaadott értünk. Mert számára fontosak és értékesek vagyunk. Ő a hatalmas Isten, aki óvta illést, ő üzen nekünk ma, Krisztusban, hogy tudjuk, hogy el ne felejtsük, senki bennünket el nem szakíthat az Isten szeretetétől, amely megjelent a mi úrunk Jézus Krisztusban. Amen. Minden időben. Áldás, békesség!